2019-ben kezdődött el a székesfehérvári baptista gyülekezet új imaházának építése. A három ütemben zajló beruházás a gyülekezeti tagok kezdeményezésével és adománygyűjtéssel indult. A fejlesztés első állomásának megvalósulásáért ünnepélyes keretek között adtak hálát, hogy elkészült az épület új utcafronti homlokzata, illetve a fogadótér. A pénteki ünnepség szalagátvágással kezdődött, majd az imateremben folytatódott. Köszöntőjében Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megerősítette, együtt kell haladni és őrizni azt az utat, amelyen Szent István elindult, azt az örökséget, amelyet ránk hagyott, hogy legyen követője a következő évezredben is. Mutassuk meg, hogy megéri várossal, önkormányzattal, kormánnyal, egyházakkal összefogni, azért, hogy gyülekezeti házaink, közösségi tereink, szociális otthonaink, iskoláink épüljenek és újuljanak, azért, hogy az a kereszténység, amelyről rektor úr is beszélt, Szent István hagyta ránk, az megmaradjon a következő évezredben is. A pályázatokon való sikeres részvétel mellett a lelkes és elhivatott közösség az államtól és Székesfehérvár önkormányzatától is kapott anyagi támogatást tervei megvalósításához. Cserpalkovics András városunk polgármestere örömének adott hangot, hogy egy fehérvári közösség egy közös jövőt álmodott, célt tűzött ki maga elé, és mindent megtett azért, hogy az megvalósuljon. Számíthat ránk a közösség a második, és ahogy elhangzott a harmadik ütemben is, hogy itt lehessünk és majd ünnepelhessünk, és ne csak egy-egy nap, hanem gyakorlatilag minden nap, amikor ide ember bejön, hogy az Istennel beszélgessen, találkozzon, velük imádkozzon. És az állam és egyház szétválasztása az nem jelentheti az értékek szétválasztását. Örökül vannak hagyva nekünk örök értékek, és az a dolgunk, hogy ki a saját őrhelyén ezt hirdesse, és próbálja szolgálni. Varga László Otto, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára visszatekintett a beruházás megvalósításának sarokpontjaira, és úgy fogalmazott, az új épület legfőbb üzenete a vendégszeretet és az egyház folyamatos megújulása. Amikor ide valaki belép, én is amikor most először jöttem, és már láttam ugye az építkezéskor, de most amikor úgy készen van, akkor az ember azt érzi, hogy őt itt várják. Hogy megérkezik, és benne van ebben az épületben, és érzi azt, hogy itt ő neki helye van. Úgy gondolom, hogy ez a vendégszeretet, ez az egyik legfontosabb üzenete ennek az épületnek. Az új épületet Tóth Tamás címzetes kanonok esperes, Murányinél Szuhács Renátar evangélikus és Brunner Vilmos református lelkész áldotta meg. A tervek szerint folytatódik az építkezés, amelynek során egy 350 fő befogadására alkalmas imaterem bővítése valósul meg, amely a meglévő 40 éves teremmel összenyitva 100 férőhelyjel növeli a befogadó kapacitást.